nagyjából annyi idős voltam, mint a fiam, aki most valahogy ide keveredett mellém, akkor nem volt olyan nap, hogy ne jártunk volna ki ide a Martinovics térre, és hát ennél rendezetlenebb körülmények között napokon keresztül, hétvégeken át fociztunk. Tudom, volt olyan, amikor hazamentem, akkor édesanyám mondta, hogy akkor most itt a teraszon vetkőzek le, mert így be nem mehetek a lakásba, hogy kinézek. Már nem lesznek tetőtől talpig porosak azok a gyerekek, akik a Martinovics téren fociznak, ugyanis füves pályát telepítettek a területre. A pálya átadására és megnyitójára foci tornát szervezett Dömötör István képviselő, aki a kivitelezés ötletgazdája is egyben. Több alternatíva, füves, műfüves és földes pálya ötlete is felmerült. Ezek megvalósítási költsége jelentősen behatárolta a lehetőségeket, fogalmazott a képviselő. Dömötör István az előző ciklusban többször kért támogatást a megvalósításra, akkor elutasították. A mostani városvezetésnek most nyílt lehetőség az építkezésre. Gyakorlatilag tavaly év végén körvonalazódott egy olyan megoldás, hogy egy jelentős külső támogatás bevonásával talán meg tudjuk építeni idén tavasszal a pályát. Ez realizálódott is, a szükséges pótlást az önkormányzat megtette, ez nagyságrendileg egyébként 300 000 forint volt, tehát közpénzben 300 000 forintot költöttünk el erre a focipályára, és hát múlt héten szombaton volt a pálya átadója. A megnyitó focitornáján 6 csapatra számítottak, a várakozásokat azonban messze felülmúlta a jelentkezők száma. Így 10 csapat jelentkezése után le kellett zárni a nevezést, mivel nem fért volna bele minden mérkőzés lebonyolítása egyetlen napba. Az átadóra több száz ember látogatott ki, a pálya az első próbát, az első terhelést kiállta. A pálya karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik, a képviselő csak azt kéri a lakóktól, hogy vigyázzanak rá.